Jó estét kívánok! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják 19 órakor. Nézzük, miről szólnak mai híreink. Jól gazdálkodott Kecskemét 2018-ban, a város vagyonát jelentős mértékben sikerült növelni is. A holnap kezdődő utasforgalmi felmérések fogják megalapozni a helyi buszok jövőbeli menetrendjét. 2018 a digitális fejlesztés, valamint az ügyhátralék ledolgozás éve volt a kecskeméti törvényszéken. €185 milliárddal gazdálkodhatott Kecskemét az elmúlt évben. Többek között erről is szó esett a polgármester szerdai sajtó reggelién, amelyen az önkormányzat zárszámadása volt az elsődleges téma. Jól gazdálkodott a város tavaly a vagyonával, amelyet jelentős mértékben sikerült növelni is, árulta el Szemereinél Pataki Klaudia a kötetlen hangulatú szerdai sajtóreggelin. Mint a polgármester kifejtette, Kecskemét nemzeti vagyonba tartozó vagyon növekedése 10 milliárd forint volt az elmúlt évben. Ez azért is jelentős szám, mert ebben nem tartozik bele az önkormányzat cégeinek vagyona. Amortizációként 296 millió forint jelent meg a zárszámadásban, ennek azonban többszörösét fordították állagmegóvásra, felújításra. Szépen alakultak a város bevételei is. 1,6 milliárdnál több adóbevétele, összességében pedig 12,6 milliárdot meghaladó bevétele realizálódott az önkormányzatnak a tavalyi évben. 600 millió forinttal fordítottak többet városüzemeltetési feladatokra, mint 2017-ben. A bérek emelése 380 milliós tételként jelent meg a zárszámadásban, a sportszervezetek támogatása pedig 150 millió forinttal emelkedett. A különböző típusú szervezeteknek nyújtott önkormányzati támogatás 1,3 milliárd forint volt. Így összességében 185 milliárddal gazdálkodhatott Kecskemét tavaly. Hitelfelvételre nem volt szükség. A holnapi közgyűlésen döntenek a Kecskeméti Közlekedési Központ működésével kapcsolatos kérdésekről is. A polgármester tájékoztatása szerint három nagy feladatköre lesz a társaságnak. A központ végzi a jövőben a forgalom és menetrendfejlesztést, valamint a tömegközlekedés üzemeltetését. Ezen felül pedig vagyonüzemeltetési feladata is lesz. A központ működésének ez évi ellátására 130 millió forintos költségvetést irányoztak elő. A Jobbik Homokbányán tartott múlt heti sajtótájékoztatója is szóba került a polgármester szerdai sajtóreggelién. Szemereiné Pataki Klaudia érthetetlennek tartja, miért nem kommunikál a Jobbik vezetése helyi politikusaival. A testület jobbikos képviselői is megszavazták tavaly a dolgozói lakásépítési program bővítését, most mégis ukránok számára épülő munkásszállóban riogat a párt. Az országos média is felkapta a hírt, hogy a Jobbik szerint ukránok számára épül munkásszálló Kecskeméten. A nagyport felkavaró ügy szóba került a mai sajtóreggelin is. A polgármester felidézte, hogy tavaly nyáron várandósan ment be a közgyűlésre elmagyarázni, miről is szól az előterjesztés, amelynek célja a kecskeméti dolgozói lakásépítési program újabb ütemének előkészítése volt. A tervekből is egyértelműen látszott, hogy nem munkásszálló építéséről van szó, az előterjesztés pedig a közgyűlés egyhangulag megszavazta. Így természetesen a jobbikos képviselők is. Érthetetlen okokból ez az információ azonban nem jutott el a Jobbik vezetőihez, így most országos hír lett a valótlan állításukból, fejtette ki a polgármester. Szemereinél Pataki Klaudia hozzátette, hogy ha minden kis lukban aludna valaki, akkor lehetne csak 300 fő befogadására alkalmas az épület. Ők azonban a kezdetektől kulturált körülményeket, élhető lakásokat kívántak biztosítani az ide települő munkásoknak. A város nem titkolt célja ugyanis, hogy ezek az emberek ne csak átmenetileg maradjanak Kecskeméten, hanem otthon találjanak városunkban. Ezért is építettek bölcsődét a városrészben, és ezért dolgoznak az infrastruktúrális fejlesztéseken is. A polgármester elmondta, hogy az álhír sajnálatos terjedése miatt frakcióvezetői tanácskozást is összehívott, ahol felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy a város gazdasági érdekeit is sértik az ilyen incidensek. Szemereiné Pataki Klaudia azt is hangsúlyozta, hogy a város hamarosan Magyarországon indít regionális munkaerőtoborzási kampányokat. Új közösségi kert és sportpark is létrejöhet a Széchenyi Városi Szent Család plébánia mellett, amennyiben a közgyűlés április 25-én elfogadja az erről szóló előterjesztést.
Ehhez módosítaniuk kell a Széchenyi Városért Egyesülettel 2019. január 17-én kötött együttműködési megállapodást. A kert az eredeti tervek szerint 1500 négyzetmétert foglalt volna el, de a Szent Család plébánia oldaláról igény merült fel a terület egy részére. A plébánia képviseletében Hatházi Róbert plébános azt írja kérelmében, hogy a szomszédos telken szabadidős sportparkot szeretnének létrehozni, melyhez igénybe vennék a tervezett közösségi kert egy kisebb területét is. A parkot a plébánia saját erőből alakítaná ki, és fenntartását, gondozását is vállalná. A leendő sportkert célja a korosztályokon átívelő közösségteremtés volna, áll az előterjesztésben. Figyelembe véve a plébánia kérését, a közösségi kert 1165 négyzetméter nagyságúra csökkenne, a sportpark létrehozására pedig az előterjesztés szerint összesen 1031 négyzetméternyi terület állna rendelkezésre. Ha a közgyűlés elfogadja a módosítási javaslatot, akkor egy újabb közösségi kerttel és sportparkkal bővülhet a Széchenyi Város az Éhi és Gyula utcában. A digitális fejlesztés, valamint az ügyhátralék ledolgozás éve volt 2018 a kecskeméti törvényszéken. 103 bíró jelenlétében tartották meg ma Kecskeméten az összbírói értekezletet, ahol dr. Bicskei Ferenc, a törvényszék elnöke ismertette az illetékességi területén található bíróságok működéséről, ügyforgalmi és gazdálkodási helyzetéről szóló beszámolót. 103 bíró részvételével tartottak ma összbírói értekezletet a kecskeméti törvényszéken. A már hagyományos rendezvényen a bíróság munkájáról tájékoztatták a dolgozókat, valamint a közvéleményt, és ezzel hivatalosan le is zárták az előző évet. A tanácskozást megelőző sajtótájékoztatón dr. Bicskei Ferenc, a kecskeméti törvényszék elnöke ismertette a 2018-as év eredményeit. Mint mondta, a tavalyi év egyfelől az ügyhátralék feldolgozásának éve volt. Az új eljárási kódexek miatt a megyében kevesebb eljárás kezdődött, így közel 30%-kal több ügy fejeződhetett be, mint amennyi érkezett. A befejezések maradtak a korábban megszokott szinten, ezért az ügyhátralékunk nagyon jelentősen csökkent. Ez jó hatással van az időszerűségre, az elhúzódó ügyek, mert nálunk, ami két éven túli az elhúzódónak számít, azok száma is lényegesen csökkent. A 2018-as évben a július 1-je utáni ügyek 65%-a az előkészítő tárgyalásokon fejeződött be. Emellett a tavalyi év a tárgyalók felújításáról, valamint a digitalizációs fejlesztésekről szólt. Kecskeméten például mindkét bírósági épületben van már távmeghallgató terem is. A legnagyobb előnyét a biztonságban látom, nem kell idehozni az előzetesben vagy az elítélésben lévő embereket, hanem a börtönben, a cellából tudjuk meghallgatni, kihallgatni őket, és anyagi megtakarítás is, mert nem vesz igénybe a börtönőrök idejét, munkáját. A kecskeméti törvényszék munkáját dicsérte dr. Kis Gabriella, a szegedi ítélőtábla elnöke, és dr. Vajas Sándor, az Országos Bírósági Hivatal elnök helyettese is. Az összbírói értekezlet minden évben jelentős esemény, hiszen lehetőséget biztosít a bíráknak, hogy számot vessenek a törvényszék és az illetékességi területéhez tartozó helyi bíróságok egész éves munkájával. A törvényszék 2018-as évi teljesítményéről kiadványt is készítettek, amely sok érdekes információt tartalmaz. Több mint 50 kecskeméti diák vett részt a Damjanich János Általános Iskolában, immár harmadik alkalommal megrendezett városi szavalóversenyen. A Versforgó című esemény idén is az adományoknak, valamint a városi támogatási programnak köszönhetően jött létre. Lábakért a szoknimnak, majd mindegyik páratlan, s úgy gondolja, e csintetben nem lehetek ártatlan. Elsősöktől egészen a 9. osztályosokig vettek részt diákok a Versforgó címmel ma megrendezett városi szavalóversenyen. A Damjanich János Általános Iskolában már harmadik alkalommal tartanak olyan nagyszabású versmondó versenyt, ahol a város általános iskoláiból gyűlnek össze a diákok.
Az intézményben már régóta működik az úgynevezett versműhely, ahol hátrányos helyzetű gyerekekkel tanulnak verseket a pedagógusok. Az iskola vezetősége 3 éve döntött úgy, hogy ezt a kezdeményezést egy nagyobb szintre emeli. Ennek köszönhetően pedig a többi kecskeméti általános iskola tehetséges diákjai is évről évre megmutathatják magukat. A mai rendezvény vendégeként a Kaláka együttes muzsikált, akik megzenésített verseikkel még jobban meghozták a gyerekek kedvét a szavaláshoz. A versenyzőket értékelő zsűri, színművész, pedagógus és irodalomtudós tagjai Sirkó László, Pintér Tibor, Trecskó Zsófia, Princ Jakovicsné Túri Irén, Garaci Zoltán és Tóth Anikó voltak. A rendezvény minden évben az adományoknak, valamint a városi támogatási programnak köszönhetően jön létre. Az 5 kategóriában minősített versenyzők közül a dobogósok tárgyi ajándékokban, vásárlási utalványokban részesültek. Fontos változások elé nézünk a Kecskemétet is érintő helyközi autóbusz közlekedésben. E hét vasárnaptól Budapest és a délalföldi városok között az autóbuszok új ütemes menetrend szerint járnak majd. A változások egyik fő eleme, hogy a jövőben Makó, Hódmezővásárhely, Szentes és Csongrád, valamint Budapest között összesen 12 új express járat fog közlekedni. Így a főváros a jelenleginél akár 45 perccel rövidebb menetidővel is elérhetővé válik. Az express járatokkal összefüggésben a Kecskemét és Szentes, valamint a Kecskemét és Békés Csaba közötti autóbuszvonalak járatai is új ütemes menetrend szerint fognak közlekedni, kedvezőbb csatlakozási kapcsolatokat biztosítva az országos autóbuszokhoz. Aki tehát vasárnaptól az említett vonalakon szeretne helyközi busszal utazni, mindenképpen nézzen utána a megváltozott járatoknak. Az országos, regionális és elővárosi menetrend módosításának részleteiről bővebben hírportálunkon a híres.hu-n, valamint a DAK hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Mindegy 200 diák közreműködésével zajlik holnap egy teljes körű felmérés a kecskeméti autóbuszok utasforgalmáról. A helyi autóbusz közlekedési hálózat és menetrend felülvizsgálatán, fejlesztésén a Mobilissimus Kft. Dolgozik Kecskemét megyei jogú város önkormányzata megbízásából. A munka során ez év tavaszán több utasforgalmi felmérés is esedékes lesz. Ezek közül az első az összes autóbuszt érinteni fogja. Attól függően, hogy szóló vagy csuklós buszról van szó, 2 vagy 3 diák utazik majd teljes üzemidőben a járatokon. Minden egyes megállóhelyen megszámolva az ott leszálló és felszálló utasokat. Az eredményeket összesítve fogják meghatározni a teljes autóbuszos közlekedési hálózat egy napi utasforgalmát, amely kiegészül a további utasforgalmi felmérések eredményeivel. Ez a munka fogja alapját képezni a későbbi menetrendi módosításoknak és hálózati beavatkozásoknak. A következő utasforgalmi felmérés az utazási szokások megismerésére irányul, online kérdőívek segítségével, valamint személyes megkérdezések formájában. Idős látogatóképzés indul májusban a Cédrusnet Kecskemét program részeként. Az új típusú, az élethelyzetek széles skálájára reagáló képzés célja, hogy az 50 év felettiek segíthessenek korban hozzájuk közel álló társaikon. Sárközi Erika, a Cédrusnet Kecskemét program vezetője ma már boldogan összesíthette az idős látogató képzéssel kapcsolatban összegyűlt adatokat. A Szent Györgyi Albert Egészségügyi Szakgimnázium és a Cédrusnet program egy teljesen új képzési tervet dolgozott ki. Az idős látogatói feladatkör újszerűen igyekszik megközelíteni a szépkorúakról való gondoskodás lényegét. Ez ugye nem gondozó, nem betegápoló, hogy leginkább azt mondanám, hogy a távollevő vagy nagyon elfoglalt családok gondoskodását, törődését hivatott egy kicsit pótolni. Az idős látogatóképzést úgy alakították ki, hogy az a valós igényekre készítse fel a tanulókat, ennek érdekében pedig egy internetes kérdőívet indítottak útjára. Bár a kitöltési határidő április vége, már ma több mint 350 vélemény áll rendelkezésre. A felmérés alapján a megkérdezettek több mint 2/3, 10 000 forintnál többet szánna arra, hogy idős családtagjának megoldódjanak a mindennapos problémái.
A válaszadók egyötöde még a 20-40 ezer forintot sem tartotta túlzónak. A felmérés egyik érdekessége, hogy a megkérdezettek negyede saját maga is szívesen igénybe venni egy idős látogató segítségét. Az érdekesség igazában abban van, hogy aki már most igénybe venne egy társaságot, egy segítő társaságot, azt nézi az internetet, használja, és ki is tölt egy ilyen kérdőívet. Mindez azt jelzi, hogy az idősek technikai tudásban is egyre inkább felzárkóznak a fiatalabb generációkhoz, és így könnyebben elérhetővé is válnak. Az első 5-7-es tanfolyam májusban indul, és az önkormányzat támogatásának köszönhetően térítésmentes. Az oktatásra 50 év felettiek jelentkezését várják, a további feltételekről pedig a kapcsolat@cedrusnet.hu e-mail címen lehet érdeklődni. A program részleteiről bővebben a Híróra végén Sziesta című magazinunkban is beszámolunk. Kedden este a férfi röplabda bajnokság bronzmérkőzésein első felvonására került sor a Messzi István sportcsarnokban. A HÍP KRC ellenfele a Finó Kaposvár volt. A vendégek 3-1-re győzték le a Kecskemétet. A Kaposvár kezdte jobban az első szettet, ellenfelünk 5-1-re lépett meg. A Kecskemét 8-8-nál tudott egyenlíteni. A folytatás során fölényben játszott a vendégcsapat, már 15-12-es hátrányban voltunk, amikor időt kért Dávid Zoltán. Sikerült is felzárkóznunk. 17-18-nál viszont beragadtunk, amit ki tudtak használni a kaposváriak, akik 22-25-re meg is nyerték az első szettet. A második játékrészt is ellenfelünk nyitotta, 5-5-nél egyenlítettünk, majd a vendégek ismét megléptek 3 ponttal. A Kecskemétnek sikerült visszazárkóznia, 10-9-nél még fordítani is tudtunk. Ekkor a KRC alakított ki 3 pontos előnyt. A sárga mezesek 16-16-nál jöttek vissza, de nem engedtük átvenni a vezetést. 21-nél azonban a vendégek ismét egalizáltak, és ekkor már az időkérés sem segített. A Kaposvár 23-25-re hozta ezt a szettet is, és ezzel már csak egy győzelemre volt szüksége a mérkőzés megnyeréséhez. A harmadik játszmát a hírösvárosiak kezdték jobban. 6-2-nél kért időt a hátrányban lévő kaposváriak vezetőedzője, Demeter György. Ezt követően sikerült is 2-1-re zárkózniuk, de csak hamar ismét 4 pontos előnyt arcolt ki a KRC, amely abszolút dominált a szett alatt. Bár a 18-14-es állást követően beragadtunk és fel is jöttek 2 pontra a Somogy megyeiek, jobban hajráztunk és 25-21-re megnyertük a játékrészt, 2-1-re módosítva az állást. A vendégek 12-12-nél egyenlítettek, majd a vezetést is átvették. A nagyon szorosan alakuló szett végén a Finó Kaposvár örülhetett, amely 26-24-re nyerte a játszmát, 3-1-re pedig a mérkőzést. Nem elég, hogyha csak a harmadik, negyedik szettbe kezdünk el játszani, az ide édes kevés. Úgy látszik, hogy a srácok nem tanulták meg azt, hogy az elődöntőhöz milyen hozzáállást mutattak, ugyanazt a hozzáállást mutatták most is. Tehát akarat nélkül nem lehet játszani. A 3 nyert meccsig tartó bronzmérkőzés második felvonását csütörtökön rendezik Kaposváron. Hazai pályán legközelebb szombaton játszunk 18 órakor a Messzi István sportcsarnokban. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. 185 milliárd forinttal gazdálkodhatott Kecskemét 2018-ban. A város vagyonát az elmúlt évben jelentős mértékben sikerült növelni is, derült ki a szerdai sajtó reggelin. Teljes körű utasforgalmi felmérés veszi kezdetét holnap a kecskeméti buszokon. Ez a munka fogja alapját képezni a későbbi menetrendi módosításoknak és hálózati beavatkozásoknak. 103 bíró jelenlétében tartották meg ma Kecskeméten az özbírói értekezletet, ahol elmondták, 2018 a digitális fejlesztés, valamint az ügyhátralék ledolgozás éve volt a kecskeméti törvényszéken. Új közösségi kert és sportpark is létrejöhet a Széchenyi Városi Szent Család plébánia mellett, amennyiben a közgyűlés április 25-én elfogadja az erről szóló előterjesztést. Önök a híres híreket, a Kecskeméti Televízió híradóját látták, hamarosan folytatjuk a kiemelővel. Mai magazinunkban beszámolunk a kecskeméti kerékpáros utánpótlás országos bajnokságon aratott szép sikereiről. Vendégünk lesz Szabics István, a Bács-Kiskun megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat megyei igazgatója. Végül megmutatjuk, minek köszönheti kialakulását és milyen következményekkel jár a Kecskemétet tegnap elérő szaharai porvihar.
Olvassák és nézzék hírportálunkat a címhíres.hu. A hírös híreket 21 és 23 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 órakor ismételjük meg. A kecskeméti.tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk, tartsanak majd akkor is velünk. Köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön változóan felhős napos időnk lesz, időnként a szél is megélénkül. Mindezek ellenére biztosan nem fogunk fázni, hajnalban 12, délután 27 fokot mérhetünk majd. Pénteken már többet fogjuk látni a napot is, és bár élénk lesz a légmozgás, csapadék nem várható. A hajnali 12 fok után délután akár a nyárias 29 fokig is felmelegedhet a hőmérséklet. Szombatra romlani fog az idő, az ernyőkre is szükségünk lesz. Az eső, zápor eső mellett a szél is élénk marad, valamint csökkenni fog a hőmérséklet is. Reggel 14, délután 20 fok várható. április 24-én született Ballagi Károly tanár, tankönyvíró, tanfelügyelő. Középiskoláit Pápán, a Jugot Debrecenben és a Pesti Egyetemen végezte, majd Aradon volt nevelő. 1848-1849-ben részt vett a szabadságharcban, és mint honvéd főhadnagy Buda ostrománál megsebesült. Később nevelő lett Pesten, egyúttal, mint segédtanár az evangélikus gimnáziumban is működött. 1852 és 1856 között a Kecskeméti Református Kollégium tanára volt. Ezt követően a Nagykőrösi Református Gimnáziumban tanított. Tankönyveket, módszertani útmutatókat, nyelvtankönyveket írt. 1888. novemberében hunyt el. Jó estét kívánok! Folytatjuk híróránkat a Kiemelő magazinnal, amelyben beszámolunk a kecskeméti kerékpáros utánpótlás országos bajnokságon aratott szép sikereiről. Vendégünk lesz Szabics István, Bács-Kiskun megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat megyei igazgatója. Végül megmutatjuk, minek köszönheti kialakulását és milyen következményekkel jár a Kecskemétet tegnap elérő szaharai porvihar. Kezdünk! Arany és bronzérmet, valamint egy előkelő 10. helyezést hoztak haza a Szeleshát birtok kecskeméti első sor fiatal bringásai a hétvégén megrendezett hegyi országos bajnokságról. A sikerhez vezető útról és a felkészülés kihívásairól beszélgettünk az egyesület elnökével és az egyik versenyzővel. A csapattársaknak az a dolga, hogy akit el kell juttatni a lehető legjobb formában a céljénesig,
Csenki Csongor, a Szeleshát birtok kecskeméti elsősor országúti kerékpárosa éppen azt magyarázza, mit jelent a csapatjáték a kerékpársportban. A kecskeméti utánpótlás versenyzők ebben a szellemben arattak sikert a szombaton Orfűn megrendezett hegyi országos bajnokságon. Ezt Tamás, az edzőnk is mindig hangsúlyozza, hogy a kerékpársport csapatsport, bármennyire tűnik úgy, hogy az egyéni állóképességet teszi próbára. Hát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ez volt a mi versenyzői életünkben az első olyan verseny, amikor igazán csapatként működhettünk együtt. Nagyon kell koncentrálni, mindenféle gondolatot ki kell zárni. Tehát csak biciklizni kell, és át kell lendülni a holdponton, mert az bizony eljön. Szóval a verseny eleje az a legnehezebb, úgymond, amikor mindenki megindul, és mindenki a lehető leggyorsabban megy. És utána egy picit visszanyugszik a mezőny, és utána jön a taktikázás. A fiatal országúti kerékpáros elmondása szerint az orfűi verseny időfutama alapján az U19-ben Sorba Bence volt a legesélyesebb csapattag a dobogóra. Ilyenkor természetes, hogy a csapat többi tagja segítő szerepet vesz fel. A kiváló csapatmunkának köszönhetően Bence végül bronzérmet szerzett. Csongor 10. helyezésével a 3. legjobb lett a kecskeméti csapatból, melynek legsikeresebb indulója az U15-ös Radics Milán volt, aki összetettben aranyérmet szerzett a legfiatalabbak közt. Elégedett vagyok, a kitűzött célokat sikerült elérnünk. Az országúti kerékpársportban több OB van, ez az első felvonás, a főcsapás az mindig az év legfontosabb versenye, az a mezőny országos bajnokság, ez június végén lesz. Most ugye a hétvégén az orfői tótól indulva a tévétorony, a Pécsi tévétorony volt a cél, nagyrészt fölfele, nagyon nagy tempóba mentek a srácok. Egy hegyi versenyre nem egyszerű felkészülni az Alföldön. Nekünk kicsit nehezebb dolgunk van ebből a szempontból, hisz nem sok emelkedő van a környéken, ugye fölüljárók esetleg szembeszél, de mi ezt szeretjük. Voltunk edzőtáborban Brágy-szigetén, ott viszont egy centi sík sincs, ott szerintem az ott elvégzett munka az most hozta meg először a gyümölcsét, eddig fölkészülési versenyeken voltunk. Ez az első nagyon fontos verseny, ahol már meg kell mutatni magunkat, ahol ki kell jönni az elvégzett munkának. A fiatal bringások egyre többször jelennek meg külföldi versenyeken is. A támogatóinknak köszönhetően egyre komolyabb versenyekre fogunk tudni eljutni, illetve már el is jutottunk. Leginkább Szlovákiába utazunk át a felvidékre. Nagyon sok, nagyon magas színvonalú szlovák kupa van, most hétvégén is ide fogunk elutazni, de többször lemegyünk, vagy lementünk, tavaly idén is tervezzük a délvidékre, illetve idén úgy tűnik, hogy el fogunk jutni Olaszországba is versenyezni. Sáfár Tamás elmondta, hogy a kecskeméti elsősor filozófiája szerint nem csak a versenysportot kell támogatni, népszerűsíteni, hanem általánosságban a kerékpározást is. Ennek azért nagyon-nagyon sok válfaja lehetséges. Általában tömegsport eseményeket is csinálunk, nyilván kerékpáron, nyerekbe töltve. Van, amelyik rövidebb, kisebb felkészülést igényel, van, amelyik jobban hosszabb, van, amelyik családi. De emellett azért az élsportra is persze odafigyelünk. Magyar kupákat szoktunk szervezni, akár télen, akár nyáron. És igyekszünk minél többet hangsúlyozni, illetve szorgalmazni a városi kerékpározásnak a fontosságát. Azért elég sok autó jár most már a városközpontba is. A levegő szennyezettség is sokszor kérdéses sajnos. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy kitörési pont az a városi kerékpározás népszerűsítése. Az Egyesület folyamatosan várja a fiatalokat, a kerékpár 40 év feletti szerelmesei pedig a Velomelo Plus elnevezésű hobbi csapatba jelentkezhetnek. A Kecskeméti Önkormányzat és a Bács-Kiskun megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat közös projektjének köszönhetően tavaly decemberben nyílt meg természettudományos tudástár és élményközpont, vagyis a Kecskeméti Csodák Palotája. A nyitás óta eltelt 3-4 hónapot már lehetőséget nyújtott az első tapasztalatok összegzésére is. Mai vendégünk Szabics István, a Bács-Kiskun megyei TIT megyei igazgatója. Jó estét kívánok! Kezi csoklom! Hogyan foglalhatóak össze az élményközpont létrejöttének fő célkitűzései? Hát ezt maga a
pályázatunk, a projektünk eleve meghatározta, hiszen csak erre tudtuk benyújtani a pályázatot. Az elsődleges célja a természettudományok megszerettetése a középiskolás és általános iskolás tanulókkal. Ez azzal bővült ki, hogy ha emelszinten választják a természettudományi tárgyakat az érettségénél, vélhetően ebbe az irányba, itt a természettudományok és a műszaki tudományok értendők, ebbe az irányba fognak tovább tanulni. És hát azt is szeretnénk elérni, miután Kecskeméten van egy igen kiváló egyetem, nekem még egy picit a régi GANF főiskola jut eszembe, de szeretnénk, hogyha minél több Kecskemét és környékbeli vidéki diák jelentkezne sikeres felvételi után az említett egyetemre, illetve főiskolai karra. Hogyan juthatnak el a diákok és a tanárok ebbe az élményközpontba? Ez szintén a pályázat valamennyire meghatározta, hiszen először leszűkítette a pályázatban résztvevők körét azon iskolákra, akik erre jelentkeztek még a pályázat beadásának időszakában. Az volt a feltétel, hogy ugyanannyi kecskeméti iskola jelentkezhet, mint amennyi vidéki, Kecskemét környéki, mondjuk így Kecskemét környéki iskola jelentkezhet. 23, illetve 13 vidék és 13 kecskeméti iskola jelentkezett, majd később bekerült még egy kecskeméti iskola, így vagyunk 27-en. Milyen tantárgyak vonatkozásában és milyen foglalkozásokat látogathatnak a diákok? Tulajdonképpen 8 foglalkoztatási forma van. Hát ezek a klasszikus szakkör, klub, műhely, tábor, ilyen jellegű foglalkoztatási formák vannak. És hát a klasszikus természettudományok, egyrészt azok, amelyeket az iskolában is tanulnak a tanulók, másrészt pedig olyan összetettebb, belső használatra azt szoktuk mondani, hogy atipikus tárgyak, mint környezetvédelem, csillagászat, robotika, hogy csak néhány példát említsek, amelyek nem feltétlenül minden iskolában találhatók meg. Most említette a robotikát, de a kriminalisztika világába is, és az ökológia területére is kalandozhatnak a diákok. Kicsit meséljünk ezekről az eszközökről, amikkel itt találkozhatnak. Hát alapvetően az volt a célkitűzés, hogy mivel meg szeretnénk szerettetni ezeket a tudományokat a diákokkal, a tanulókkal, ezért olyan eszközöket és olyan módszereket kell alkalmaznunk, amelyek kedvükre valók. És ebben a módszerben talán mondhatnám listavezető a játék. De mindenki szeret motivált környezetben tanulni, és szerintem hatékonyabb is, hogyha ilyen környezetben tanul. És ezért olyan eszközöket és oktatástechnikai berendezéseket vásároltunk, amelyek hát ennek a célnak az érdekében vannak. Hogy egyet kiemeljek közülük, ennek a korosztálynak egészen más tanulási szokásai vannak, mint a jóval idősebbeknek. Sokkal inkább kedvelik a digitális ismeretszerzést, vagy digitális tartalomfogyasztást. Nagyon sok gyerek a kezében mobiltelefonnal, okostelefonnal közlekedik. Ennek most ne nézzük káros hatásait, hanem csak egyedül az ismeretszerzésre vonatkozó hatásokat. Ezért a Magyarországon talán legkorszerűbb mozaik kiadónak a digitális oktatás kiegészítő termékeit vásároltuk meg, amelyek nincsenek meg minden iskolában, és így a tanulók kibővíthetik ismereteiket ezen a területen. Igazi kuriózumok is vannak itt az eszközök között, ilyen például ez a geodóm gömbvetítő. Pontosan mi is ez az eszköz? Ez egy 1 méter átmérőjű gömb, ami ismeretlen, tulajdonképpen ismeretlen Magyarországon. Ez a készülék alkalmas arra, hogy mozgó képeket vetítsen erre a gömb felületre belülről. Ez egy nagyon látványos eszköz, minden
gömb alakú tárgyat, így a bolygókat, csillagokat, sok-sok csillagászattal kapcsolatos dolgot tud kivetíteni, de elsődlegesen a Földünket. Milyen? És itt minden tanulmányozható rajta a mozgásban. Milyen további érdekességei vannak még az élményközpontnak? Hát a gyerekek számára talán a legérdekesebb, és ez most semmilyen rangsort nem jelent, csak ezt tapasztaltuk, a planetárium volt, hiszen ott ez egy nagyon-nagyon korszerű eszköz a házban levő planetáriumunk, alkalmas 3D-s élmények nyújtására, tehát olyan 3D-s vetítésekre is, amelyek hát nagyon látványosak és nagyon hatásosak. De a látvány mellé rögtön hozzátenném, hogy tudást adnak át, és a látvány mellé minden esetben tudást is, és információt is, és magyarázatot is adnak tanáraink. December óta látogatják az élményközpontot. Eddig mennyi látogatójuk volt, és mik a visszajelzések? 6000 körüli a diákoknak a száma, akik megfordultak az élményközpont foglalkozásain. Tulajdonképpen 5 tanteremben, nevezzük ilyen néven, ezeket a helyeket, plusz a planetáriumban vannak foglalkozások, ezt meghaladóan a szimulátoroknál, a VR teremben, ahol a virtuális valósággal ismerkedhetnek a tanulók. Egy-egy ilyen előadó terem befogadó képessége 20 fő, tehát egy alkalommal egy idősávban 125 diák fordul meg. Ha két idősáv van, már pedig 2-3 idősáv van egy napon, akkor 250-en vannak a 3 heti alkalommal, amikor megrendezzük az élményközpont foglalkozását, pedig 750. Hogyha ezt felszorozzuk a 24 hónappal, vagy 28 hónappal, ami még rendelkezésünkre áll, akkor 85 000 diák jön ki, ami természetesen nagyon vadul hangzik. Itt ismét megjelenő diákok is vannak, legalább 4 alkalommal ismételten megjelennek ugyanazok a diákok is, tehát ezért félrevezető. Amit vállaltunk, 12 000 résztvevőt fogad az élményközpont a 2 éves működése alatt. És maga a foglalkozások, illetve a központ és a Tudomány és Technika házában található. Említette a planetáriumot, hogy nagyon népszerű, de mik az eddigi tapasztalatok, mi az, amit még nagyon kedvelnek a diákok? Tulajdonképpen az eszközök picikét csúsztak a megérkezésben, ezért nem olyan régen sikerült találkoztatnunk a diákokat. A geodóm is nem olyan túl régen érkezett meg. 5-5 lehetne talán a második helyen említeni, bár most az újdonság erejével hatva nagyon népszerű, de a szimulátorokra is ugyanez mondható el, az autóvezetés és a repülés szimulátorok úgy szintén. 5 munkállomást alakítottunk ki a VR szobában, ahol egy PlayStation 4 VR rendszerű, alapvetően játék célokra kifejlesztett, sisakkal ellátott virtuális valóságot tapasztalhatnak a diákok. Természetesen nem azokat a játékokat vásároltuk meg, amelyek nem megfelelő értékeket közvetítenek, hanem David Attenborough-nak vannak különböző búvárkodós filmeik, és hát sok-sok más, körülbelül 10 olyan nagy téma van, ami a VR szobában tanulmányozható. 2 éves a program, az időtartam. Utána mi lesz a sorsa ezeknek az eszközöknek? Szeretnénk, hogy ezek a maga az élményközpont továbbra is fennmaradna. A pályázat erre nem biztosít forrásokat, van természetesen egy fenntartási időszak. Tervezzük azt, hogy, és szeretnénk azt, hogy ez az élményközpont további pályázatokban vehessen részt, és folytatódhasson
A dolog jellegéből fakadóan állandó fejlesztésre van szükség. Tehát fejlesztenünk kell ezeket a ma nagyon korszerűnek nevezhető, de holnap már lehet, hogy elavult eszközparkot, és hogyha ezzel ezeket a fejlesztéseket meg tudjuk valósítani, akkor bízhatunk abban, hogy ez folytatódhat tovább, és ameddig lehetőség van, és ameddig igény van erre a diákok részéről, már pedig komoly igény mutatkozik e pillanatban, akkor fenntarthatjuk a jövőben is. Nagyon sok sikert kívánok Önöknek ehhez, és köszönöm szépen, hogy eljött. Én is köszönöm szépen. Az évtized szaharai porviharának tartják azt a meteorológiai jelenséget, amely kedden érte el Magyarországot. Az esőzése következtében szerda reggelre sárgás-barnás szaharai por lepte el Kecskemét autóit is. Több 10 millió tonnányi szaharai por került országunk légkörébe. Európa területének 4/5 felett zajlik, ez a nem olyan ritka, de a méretét tekintve sok éve nem tapasztalt erejű meteorológiai jelenség, amely kedden elérte Magyarországot is. Az esővel érintett tájakon sárgás-barnás színű homok rakódott a gépjárművekre és tereptárgyakra. A szaharai por vörösbe hajló színe miatt ezt a jelenséget véres esőnek is szokták nevezni. Ez a meteorológiai esemény akkor következik be nálunk, amikor hosszan tartó délies áramlás jellemzi Dél-Európát, amely később Közép-Európára is kiterjed. Tulajdonképpen ezt a jelenséget, amit mi száraz légköri homálynak nevezünk, tehát ez a száraz légköri homály jelenséget tudja ez okozni még, amikor 5 kilométer alá csökken a látástávolság, de nem azért, mert hogy párásság lenne, tehát nem a levegőben lebegő apró finom nedvesség miatt romlik ennyire le a látás, hanem az apró homokszemcsék miatt. Tehát ezt okozta már napokkal ezelőtt is a mediterrán térségben, és utána ez felhúzódott ránk, ez a finom homok, ami tulajdonképpen a délies áramlásnak köszönhető, és a tegnap szintén délies áramlással érkező csapadékzónából, ez a csapadékzóna gyakorlatilag kimosta a légkörből, és attól lett ez, hogy az autókon most megjelent ez a sárgás színű igazából kiválás. Az elmúlt néhány napban már megérkezett hozzánk a szaharai por, ezt onnan lehetett észrevenni, hogy pirkadatkor, illetve napnyugtakor vöröses, narancssárgás derengés volt látható az égen. A Kecskemétet szerda reggelre ellepő por miatt lényegesen több gépkocsit vittek az autómosókba is. Ezek az autók a mai napon abban különböznek a többit, hogy ma többnyire csak kívülről moshatják az autókat a tegnapi homokvihar után, ami nagyon elintézte különösen a világos színű autókat, de a színeseket sem hagyta annyiban. Önmagában nem szokatlan, hogy szaharai por kerüljön Európa levegőjébe, de még az sem, hogy néhol kimosódjon az esővel. Az viszont már nem mindennapos, hogy ennyi szaharai homok jelenjen meg, és ennyire hatalmas területen. Épp ezért a napokban lezajló meteorológiai eseményt az évtized szaharai porviharaként emlegetik. Az országot elérő porvihar szemcséi nagyjából akkorák, mint a finomra őrült liszté. A mostani jelenség érdekessége, hogy Kecskeméten úgy szólván dupla dózist kaptunk a porból. Azt is hozzá kell tenni, hogy ez nem csak a szaharai homok vagy szaharai por miatt van, hogy most ez megjelent az autókon, hanem azért az elmúlt időszaknak az igen száraz volt itt a közép-európai térségben, Kárpát-medencében. Ez azért hozzátette azt is, hogy azért helyben is eléggé feldúsult a légkörben az apró szálló por koncentrációja. A járókelők szerint is egyre jobban romlik a levegő minősége. Több por van, ami sokaknál allergiás tünetekkel, légzési nehézségekkel jár. Egy újabb erős fertőzési lehetőség. Szóval én nagyon félek a rossz levegőtől. Az időjárás előrejelzések szerint a héten még a levegőben marad valamennyi az afrikai homokból. A csapadékos régiók és a poros levegőjű területek előreláthatólag nem fognak egybeesni, így holnap már csak az autókra, tárgyakra lerakódott homok emlékeztet majd a térségünket elhagyó jelenségre.
A mostani porvihar üledéke azonban Izlandig és Grönlandig is eljuthat. A kiemelőben minden nap egy-egy tematikus műsorral várjuk Önöket, ma nyugdíjas magazinunkat, a Siestát láthatják. Üdvözlöm! Ön a Sziaszt a legújabb adását látja. A tavasz megérkeztével azt gondolom, hogy sokan vágynak a négy falon kívülre, ki a természetbe, és mi lehetne jobb, mint egy jó kis kertészkedés. Persze tehetjük ezt akkor, hogyha az embernek van kertje. Nos, én azt gondolom, hogy a természetbe ellátogathat a mai műsorunkba is, úgy, hogy még talán tippet is kaphat arra vonatkozóan, hogyan teremtsed kertet, hogyha véletlen önnek nincsen még. A közösségi kertek ugyanis egy remek alternatívát jelentenek, ráadásul újabb és újabb közösségi kertek jönnek létre Kecskeméten. Elkezdődtek a tavaszi munkálatok a Széchenyi Városi Közösségi Kertben, amely tavaly áprilisban nyitotta meg kapuit óriási sikerrel Engert Jakabné városrész önkormányzati képviselője kezdeményezésére. Stábunk nemrég a helyszínre látogatott, ahol egy nyugdíjas párral beszélgettünk. Acél Lajost és Vecsei Józsefné Rózsikát arról kérdeztük, miért döntöttek úgy, hogy igényelnek egy parcellát a kertből. Olvastuk tavaly, mikor hirdették, hogy létezik vagy alkotnak egy ilyen kertet, és hát mivel, hogy mink is társasházban lakunk, ezért úgy gondoltuk, hogy egy kis friss levegőre vágynánk időnként, meg egy kis mozgás, meg ugye szomszédokkal ismeretséget kötöttünk. Kellemesen eltelik itt az idő, amellett még termelünk is ezt is, azt is, ami a konyhára kell, meg hát ugye itten szép kertbe vagyunk. Én is nagyon nagy örömmel csinálom, én mindig nagyon szerettem a földet dúrni, mert annak ide a családi házból jöttünk be ide Kecskemétre, és hát a növényeket is, meg mindent, szeretem őket ápolgatni, meg hát jó, mikor tudjuk, hogy mit szedünk, hogyha nem permetes, meg hát az, ami a saját kezünk által termelődik meg, az azért egészen más. A kiskertészekből egy év alatt igazi közösség kovácsolódott, azon túl, hogy számíthatnak egymásra az öntözésben, gyakoriak a közös sütögetések és a termények csereberélése is. A kert a környékbeli gyermekeknek is lehetőséget ad arra, hogy kicsit letegyék okos eszközeiket és kibújjanak a négy fal közül. Mink elfigyelgetjük, hogy a játék helyett, hát ugye van, amelyikek kisebbek, azok eljátszanak itt az úton, de amelyik olyan nagyobb bacskák, azok már örömmel segítenek a szülőknek. A közösség tagjai közül többen vidékről, családi házból érkeztek Kecskemétre, és már komoly tapasztalattal rendelkeznek a kertművelésben. A gyerekek elleshetik a kertészkedés csínyát, bínyát az idősebb generációtól, ami óriási előny számukra, hiszen ezzel a tudással mindig elég lesz egy talpalatnyi föld ahhoz, hogy megéljenek és elboldoguljanak. Akinek zöld újja van, és véletlenül nem jutott parcella, nem kell szomorkodni. A Széchenyvárosban ugyanis hamarosan megnyitja kapuit a második közösségi kert, méghozzá a Szent Család plébánia mellett, ahol szintén kertészkedhetnek majd a szabadba vágyók. És azt gondolom, hogy érdemes időben ott lenni és résen lenni, hiszen már az első közösségi kertnél is tapasztalhattuk, hogy a parcellák bizony gyorsan elfogytak. Hogy lesz-e még ilyen? Szerintem 100%. Azok azonban, akik nem kertészkedni szeretnének, nos a számukra is van egy érdekes program, erről a legutóbbi Siesta című műsorunkban már szóltunk. A Cédrus Net program ugyanis itt Kecskeméten idős látogató képzést hirdetett meg, hogy pontosan mit jelent ez a képzés, mit takar és kiket várnak ide. Nos, ezt mutatjuk meg most annak. A Cédrus Net program és a Szent Györgyi Albert Egészségügyi Szakgimnázium közösen idős látogató képzési programot dolgozott ki. Az idős látogató feladatkör újszerűen igyekszik megközelíteni a szépkorúakról való gondoskodás lényegét. A Cédrus Net program képzéseinek, a hivatásos nagyszülő képzésnek, meg most az idős látogatónak kettős célja.
funkciója van. Az egyik nyilvánvaló egyfajta reagálás, egy szolgáltatás az új társadalmi igényekre. A másik pedig lehetőség az aktív idősödést választó szenioroknak új ismeretek elsajátítására, hasznos feladatok vállalására, és nem utolsó sorban kiegészítő jövedelemhez jutásra. Hogy mi ez az idős látogató, ez ugye nem gondozó, nem betegápoló, hogy leginkább azt mondanám, hogy a távollevő vagy nagyon elfoglalt családok gondoskodását, törődését hivatott egy kicsit pótolni. Nagyon sok, egyre több ember él, idős ember egyedül, aki még ellátja magát, de már nagyon jól jön a segítség. Akár folyamatosan, naponta, hetente többször társaság, segítség, ugye, hogy elkísérje valaki az orvoshoz, segítsen főzni, bevásárolni, és hogy vele legyen, tehát hogy ne érezze magát egyedül. Internetes kérdőívet indított útjára a Cédrusnet program. Bár a kitöltési határidő április vége, már ma több mint 350 véleményt összesíthettek a résztvevők. Beszélgetés, aktív jelenlét, segítség a házi munkában, bevásárlás, orvoshoz kísérés és ügyintézés. A válaszok szerint ezeken a területeken lenne leginkább szüksége, segítsége a nyugdíjasoknak. A kérdőívet kitöltők zöme pár órányi feladatra keresne embert. A felmérés alapján a megkérdezettek több mint kétharmada 10 000 forintnál többet szánna arra, hogy idős családtagjának megoldódjanak a mindennapos problémái. A megkérdezettek egyötöde még a 20-40 000 forintot sem tartotta túlzónak. Az sem véletlen, hogy a májusban induló képzésre 50 év felettieket várnak. Nagyon fontos, hogy megértsük azt az idős embert, akit látogatunk. És egy kortárs részéről ez nagyobb biztonsággal megtörténik. Aztán ugye, amit mondtam, hogy ez egy fontos cél, hogy az idősödők találjanak maguknak olyan feladatot, munkát, amit szívesen csinálnak, amiben hasznosnak érzik magukat, jövedelmet is szereznek vele, és még új ismereteket is tanulnak. A Cédrusnet koncepciója egybecseng a kérdőívekben kapott válaszokkal. A válaszadók 80%-a szerint az egyik legfontosabb ismeret, amivel egy idős látogatónak rendelkeznie kell, az az időskor lelki igényeinek megértése. A felmérés további érdekessége, hogy a válaszadók egynegyede vallotta azt, hogy saját maga is szívesen venné igénybe egy idős látogató segítségét. Az érdekesség igazából abban van, hogy aki már most igénybe venne egy társaságot, egy segítő társaságot, azt nézi az internetet, használja, és ki is tölt egy ilyen kérdőívet. Mindez azt jelzi, hogy az idősek egyre inkább technikai tudásban is felzárkóznak a fiatalabb generációkhoz, és így könnyebben elérhetőek. Az első 5 hetes tanfolyam májusban indul, és az önkormányzat támogatásának köszönhetően térítésmentes. Az oktatás 50 év felettieknek elérhető, akik legalább középfokú végzettséggel kell rendelkezzenek. A további feltételekről a kapcsolat@cedrusnet.hu e-mail címen lehet érdeklődni. Azok számára, akik már a Facebook világában is velünk vannak és a Sziasztát rendszeresen nézik, említem meg, hogy a Cédrusnet programnak van saját Facebook oldala is, ahol mindig egy-egy újabb aktív időskor támogató programot hirdetnek meg, szóval érdemes ezt is figyelni, de természetesen a Kecskeméti Televízió is beszámol minden újdonságról ezen a téren is. Ha pedig ötletük van, akkor nyugodtan keressék meg a Média Centrum szerkesztőségét. Jövő héten is jelentkezünk a Sziasztával, akkor is a tavasz és egy kicsit a szabadban való időtöltés egyében készül majd egy anyagunk, de hogy pontosan mi, ezt egyelőre nem árulom el. Jövő hét szerdán találkozunk. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. €185 milliárd forinttal gazdálkodhatott Kecskemét 2018-ban. A város vagyonát az elmúlt évben jelentős mértékben sikerült növelni is, derült ki a szerdai sajtó reggelin. Teljes körű utasforgalmi felmérés veszi kezdetét holnap a kecskeméti buszokon. Ez a munka fogja alapját képezni a későbbi menetrendi módosításoknak és hálózati beavatkozásoknak.
103 bíró jelenlétében tartották meg ma Kecskeméten az bírói értekezletet, ahol elmondták, 2018 a digitális fejlesztés, valamint az ügyhátralék ledolgozás éve volt a kecskeméti törvényszéken. Új közösségi kert és sportpark is létrejöhet a Széchenyi Városi Szent Család plébánia mellett, amennyiben a közgyűlés április 25-én elfogadja az erről szóló előterjesztést. Több mint 50 kecskeméti diák vett részt a Damjanich János általános iskolában immár harmadik alkalommal megrendezett városi szavalóversenyen, mely idén is az adományoknak, valamint a városi támogatási programnak köszönhetően jött létre. Kedves nézőink, a hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Tartsanak velünk holnap is, köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!